Annak idején ugye a TBC morbus hungaricus volt, ugye magyar betegség. Ez a 45-ös, 45 előtt és az azt követő évekre vonatkozik. Itt Magyarországon egy nagyon jó hálózat segítségével a TBC-s betegség az gyakorlatilag mint népbetegség megszűnt. A módszer az egyszerű volt, mert ki kellett venni a társadalomra egy hálót, minél szűkebb volt a háló luka, annál többen fennakadtak rajta, és akik betegek, azokat meggyógyították. Újra kivetették a hálót, magyarán, ugye a pecások ismerik, ezt lehaláztuk ugye ezeket a betegeket, és akkor már nem volt fertőző se, aki elfertőzze a többit. Na most hát ez évtizedes nagyon-nagyon kemény munka volt, ugye a tüdőszűrés, ez mindenki fejében ugye ismert ugye fogalom, az volt ez a háló, amivel ugye állandóan néztük ugye a betegeket. Na most manapság már ritka a tuberkulózis, de előfordul. Teljesen nem lehetett kiirtani, mint ahogy esetleg ismerős, hogy a gyermekparalízist kiirtották, például ismert ilyen fogalom. A tuberkulózis nem lehetett, mert mindig maradnak olyan túlélők, olyan egyedek, akik a fertőzést magukba megőrizve, fertőző képességet végülis a környezetbe valahol mindig elhintik. Ezért hát Magyarországon is még ugye egy olyan bölcs szabályt hoztak, hogy figyelik, hogy az illető területen mekkora a TBC előfordulása, és megszabtak egy határt, hogyha 100 000 lakosból 20 vagy több a TBC-s beteg erőfordulás, akkor ott a tüdőszűrést kötelezően, vagyis a hálómerítést kötelezően csinálják. Ha ez alá megy, akkor nem kötelező, akkor a panaszok alapján, akik előkerülnek, azokat kezeljük. A tuberkulózis az egy nagyon gonosz betegség, mert minden szervet tud érinteni, akár úgy is, hogy a tüdőn keresztül, akár úgy is, hogy önállóan, hiszen a baktérium a szerveten belül szóródva képes csontba, képes húgyivalszervekbe, vesébe, bőrbe, tehát gyakorlatilag minden szervet képes megbetegedni, bélbe is, például csecsemőknél például TBC-vel fertőzött tejet, ha ittak, ilyen volt régen, ugye a 45-ös, akkor bél TBC lépett fel. Tehát minden szervet megtámad, de az nagyon-nagyon ritka, és kevéssé fertőző. Az igazán veszélyes az a tüdőtuberkulózis, és ez a leges leggyakoribb. Nagyon rossz betegség megnyilvánulása a gümös agyhártyagyulladás, a gyerekeknél szokott előfordulni, elsősorban felnőtni nagyon ritkán. Az régebben halálos betegség volt, ma már azt is tudjuk gyógyítani. Az egy ilyen szűrője a TBC-s helyzetnek. Magyarországon gyakorlatilag voltak évek, hogy eltűnt például a TBC-s agyhártyagyulladás. Nagyon ritkán elvétve fordul elő egy-egy. Ez mutatja, hogy a kicsi gyerek nem találkozik gyakorlatilag fertőző egyeddel, akitől megkapva ugye a vér útján oda kerüljön a kórokozó. Tehát minden szervet praktikusan meg tud betegíteni, de ez ritka és nem fertőző. A nyílt fertőző az a tüdő, és azért annak van jelentősége, onnan lehet megoldani a kérdést.